Ezeket a felvételeket a Kisalföld olvasója készítette a 81-es úton, Töltéstava és Pér között. Az autósok életét megnehezítő kátyúkkal nyáron mi is foglalkoztunk, hiszen Mezőrs és Pér között sem volt jobb a helyzet. Ezek a felvételek pedig ugyanott készültek pár nappal ezelőtt. Az útpatka továbbra is töredezett, a kátyúkat azonban ideiglenesen már betemette a Magyar Közút. Láttam, tehát a kátyúkat javították, de mondom azért a minőség az, tehát húplis lett. Tehát ahhoz képest, amikor megcsináltak a 81-est, hogy az nagyon jó sima volt. Lehetett rajta közlekedni rendesen, de itt a javítások az mind-mind észrevehető. 5-6 évvel lett felújított teljesen az út, de azóta szinte éves szám mindig több a kátyú azóta is. Szerintem az alapanyag az útnak nem megfelelő, én szerintem. Szerintem egy hónapnál tovább nem fog tartani. És ez mennyiben nehezíti meg a közlekedést, hogyha éppen a kátyúról beszélünk? Mennyire kell jobban odafigyelni, koncentrálni? Hát sokkal jobban, mert én is a szerelőnél voltam, mert a lengés csillapító tönkrement, pont azért, mert belementem itt az utcába, egy kátyúba. 60 ezer forintomba volt. A megkérdezettek között volt olyan is, akit inkább a nagy kamionforgalom zavar. Igazándiból szerintem az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok kamion megy. Azt gondolom, nem olyan rossz az út. Sokszor nagyon nehéz befordulni, sőt, veszélyeztetnek minket, hogy szeretnénk befordulni, és ők beelőznek. Hát sajnos volt már egy-két alkalom, amikor nagyon veszélyes helyzetbe éreztük magunkat. A Magyar Közút a Kisalfölddel azt közölte, mostantól fokozottan figyelnek erre az útszakaszra, a szükséges beavatkozásokat pedig lehetőségeik és kötelezettségeik szerint elvégzik.